Jó estét kívánok, kedves nézők! Egy nagy versenyekkel teli hét van a hátunk mögött, de még nem tudjuk, hogy ki a világ legerősebb embere. Ezen a mai estén erre a kérdésre is választ kapunk, megtudjuk, hogy ki nyeri a budapesti világbajnokságon a 10. aranyérmet. Itt most már nyugodtan hátradőlhetnek a székeikben, magyar versenyzőért nem kell szorítani, ebben a kategóriában már nem indít senkit Hanslik János szövetségi kapitány, most már figyelhetjük a világ krémjét. Így búcsúzásképpen. Jó szórakozást kívánok! 8-an vannak az utolsó csoportban, és itt látják a kép jobb alsó sarkában 155 kg és 25 dekagrammos testsúllyal 160 kg-ot, tehát valamivel többet, mint a saját testsúlya szakított. Első fogására Jiri Zubricky, a budapesti világbajnokság legnehezebb testsúlyú versenyzője. Hát ami a méreteit illeti, a legnagyobb alakja. De hát ennek a VB-nek nagy valószínűséggel a legnagyobb alakja a bolgár Stefan Botev, aki a délutáni verseny során a 110 kg-ban 50 kg-os előnnyel nyert és szerezte meg a világbajnoki aranyérmet. Botev 440-et emelt, a második szovjet Mukhamedjárjov 390-et, és nagy meglepetésre egy görög fiú jött be harmadiknak, Szalcidis 382 és felett. A mieinkről majd szejpel gyakorlata után 160 kg-on következik, javító fogása ez a németnek. És hogyha az előbb láttuk a mezőny legnehezebbjét, most a legkönnyebbjét, Frank Szejpelt, ugyanis 110 kg 70 dekagram, tehát éppen hogy föltolták, kedvezőbb esélyeket látva az ólomsúlyban föltolták ebbe a kategóriába. Az első 160-a is megvolt, de 2-1 arányban a bírók elvették azt a fogását, ezért is a nagy fügy. Most viszont a három fehér lámpa jelent meg, úgyhogy ő vezeti a mezőnyt. Az előző gyakorlatán itipicit kart fedeztem fel, tehát ahogy kicsit betört a karját, de nem volt vészet. Most ez viszont teljesen tiszta, egyértelmű fárom, fejlámpás gyakorlat volt. Bacakó Péter, aki a világbajnokság teljes ideje alatt szakkommentátorként működött közre a közvetítésekben, hogy segítsen önöknek minél közelebb kerülni a súlyemeléshez. Őt hallották, és egyidejűleg meg is ragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a munkádat a világbajnokság alatt. Nyilván sokkal többet tudnak a kedves nézők most már, hiszen egy versenyző sokkal inkább be tudja avatni a sportolókat, a kedves nézőket. Én viszont megköszönöm a lehetőséget, az, hogy segíthettem, és egy súlyemelést egy másik oldalról közelítettem meg. De azért úgy érzem, hogy a dobogón talán jobb voltam itt, még azért sokat kell fejlődni, ha fejlődni, föl ilyen profi mellett labdába tudjak rúgni. No, nézzük a verseny folytatását azzal a kis kiegészítéssel, hogy a 110 kg-ban a magyarok Németh László 5. 362 féllel, illetve Bökfi János 6. 360-nal. A legjobb amerikai emelő Jeffrey Michaels következik, harmadik szakítása, 152,5 rontott gyakorlat, aztán egy jó, és most 160-ra megy. Ő is valójában egy 110 kilós versenyző. Egy 5 kilós fogyás ilyen súlycsoportban nem problémás. A testsúlynak az 5%-a az még segít is a teljesítményt. De viszont ez a gyakorlat teljesen reménytelen. 162,5 kg. Ugyanakkor a 160 kilóról eszembe jut, hogy nagyon jó szívű zsűri dolgozik ma is, mint ahogy az eddigi napokon. Minden egyes ilyen vitatott helyzetben megadták a lehetőséget, hogy a súlyt visszavegyék, vagy megadtak lehetőséget újabb fogásra. És most jelen esetben, itt az előbb említettem önöknek, hogy Szejpel gyakorlatát először elvették 2-1-re,
és utána összeültek, konzultáltak, és megadták neki a rontott fogást. Úgyhogy ilyen érdekességek is vannak. Bizony, hát Péter nem is tudom hány éve vagy a súlyemelésben? Hát egy 20 éve feltétlen. Na, hát én ennek a fele 10 éve, de ilyennel még nem találkoztam. Igen, egy érdekes színfolt. Egy rontott, 2-1-re rontott fogást visszaadjanak, és utólag jónak ítéljenek. No, ezen túllépve egy török versenyző következik, Aslan Erdincs. 162,5. Vitathatatlan fogás. Jó a gyakorlat. Goodwill. A súly 165 kg. Igen, itt sokat nem kellett a bíróknak gondolkodniuk, ez egyértelmű gyakorlat volt. Azt elmondanám, hogy a 80 versenyző közül 3-at feltoltak 110-ből, amit Lezs is mondott. Ez a nagy taktika következménye, hogy ilyenkor nagy taktikázásban, hogy feltolják, hogy a jobb esély, talán úgy érzik, itt jobb az esélye. Hát valójában már harmadszor van kint a dobogon, de a jegyzőkönyvet alapul véve második gyakorlatához készülődik Szejpelt. Egészen különleges, ritkaság ez. 160 és most 165. Az más kérdés, hogy valóban nem volt igaza, ugye? A zsűrinek, amikor elvették azt a fogását. Igen, igen. Gyakorlatilag minden gyakorlatot nagyon kevés kivételt el lehetne venni, nagyon pici könnyebb volt benne, de azt meg kell, hogy meg kell adni. A leszóval is problémák voltak, vagy dudával. Tehát arra gondol Bacakó Péter, hogy nem nyújtott a kar. Mint aminek most majd, hogy nem áldozata lett a német versenyző. De még idejében kikapta magát a súly alól. Igen, szakításnál nyújtott karra kikiszakítani a súlyt, ez több szempontból is előnyös. Azért, hogy a bírók megadják, ez a legfontosabb, a másik legfontosabb pedig az, hogy a sérülést elkerülje. Na most általában, hogyha hátra megy a súly, akkor le kell, hogy pörgesse, tehát nyújtott kar lepörgesse. Na most, ha kiúzza a kar, akkor nagyon veszélyes, mert a könyök sérüléseket lehet szenvedni. Na megint jön Zubricky. 160, 165. Szinte elveszik a súlyzó, a hatalmas 155 kg 25 dekával mért. Térdei összekötözés a bal térdén egy műtét nyomai, úgyhogy elég félelmetes látvány. És amellett még egy kisebb fajta showman, kisebb fajta persze idézőjelbe téve itt másfél mázsás tesúlya, de rá is játszik mindig Zubricky. Szükség is van erre, hiszen ez a mai mezőny, ez a 8-tagú mezőny egy kicsit foghíjas. Hiszen ha körülnézünk, hogy kik nincsenek itt, hát akkor egy nagyon rangos népsorra bukkanunk. Nincs itt például Alexander Kurlovich, az olimpiai világ és Európa bajnok, aki készült a VB-re, de a legutolsó hír szerint, amit a szovjet csapattól kaptunk, mint hivatalos tájékoztatást, megfázott, lázas lett, és így bár fenntartották neki a helyet, hogy bekerüljön a csapatba, mégsem repült a többiek után. Állapota nem változott, ezért otthon maradt. Szejpeltet látják, 165-öm. És ezzel most már tényleg befejezi a szakítást, valószínűleg. Hát igen, most már több fogás remélhetőleg. És hajszál ilyen jól lett a gyakorlat, picit elkapott, mindesetre sokkal jobb volt, mint az előző. Marad minden esetre az a kétszer kiszakított, de egyszer beírt 160. Menjünk tovább a listán, nincs itt a kiváló német lökő, Manfred Nerlinger sem, és hát a bolgároknak is elfogyott a csapatuk.
a 110 kg-ban győztes Botev volt a tizedik versenyzőjük. Itt van viszont valaki, aki az elmúlt évek nagy ólomsúlyú egyénisége volt, és eljött Anatolij Pisarenko, ott látják a kép közepén a most világbajnok Orasz Durgyievvel tárgyalni, és hát feltehető, hogy ő is abban a helyzetben érzi magát, mint ahogy egy héttel ezelőtt Szulejmanoglu nyilatkozott a Telesportnak, hogy egy kis fölkészüléssel bizony helyen lehetett volna ezen a világbajnokságon. Már a helyet az Pisarenkóra értem, mert állítom, hogy Szulejmanoglu, ha csak egy kicsit is egészséges, akkor simán meg is nyerhette volna a VB-t. A török fiút látják, Arslan Erdincset. Nagyon erős, de nagyon erős, hatalmas méretű versenyző. 162,5, 167,5. Két nagyon szép fogás. Igen, és őt nem feltolt 110 kilós, hanem igazi ólomsúlyú 120 fölött van a testő. Igaz, csak 5 dekával, de 120 kiló az már ólomsúly. És visszatérve Pisarenkóra, ő volt az az első olyan ólomsúlyú, aki nem elsősorban a testméreteivel tűnt ki ereje mellett, hanem olyan 120-125 között mozgott a testsúlya, ahogy emlékszem fénykorában, és akkor meg is állapították a legjobban hozzáértők, hogy ez lenne az ideális. Úgy gondolom, hogy a testméretet a hasra értett, hogy nem volt nagy hasra, tehát méretei voltak, tehát inkább válban, és nagyon arányos, esztétikus volt, és főleg nagyon-nagyon emelt. Igen. Hát aztán azóta Kurlovich gyakorlatilag ezt a hagyományt folytatta is, mert rajta sem látszott semmiféle elhízásnak a nyoma, egy fölösleges gram se, egy tiszta izom ember. Most pedig egy új emelő, Artur Akoyev következik, 170 kg-om, ő viszont ténylegesen 110 kilós. Elveszne Zubricky és Erdincs között valahol, hogyha úgy összeállnának hárman, azt gondolom. Érdekes nyilatkozatot tett Jiri Zubricky, a szovjetek vezetője. Azért tolták őt fel ide, ebbe a kategóriába, hogy segítsen Taranenkónak. Hát ahogy elnézem a mezőnyt, nem tudom, mit tud segíteni, de hát minden esetre ez a hivatalos magyarázata, hogy nem a 110-ben indult Mukhamedjárjov mellett. Hát igen, végül is azon kívül, hogy esetleg a melegítőt leveheti, már nem tudom elkezdeni is, hogy miben tud segíteni, miután szakításban is, amit bejelentett kezdőfogásoknál, itt 15-25 kilós különbségeket látok, úgyhogy az itt iszonyatos nagy, úgyhogy... Hát arról nem beszélve, hogy Botevet esetleg még jobban is idegesíthette volna két szovjet. De hát ez az ő dolguk. Az tény, hogy itt ez a mai utolsó súlycsoport abszolút szovjet esélyeket hordoz magában, mint ahogy az elmúlt évtizedben majdnem minden ólomsúlyú verseny, ahol csak elindultak a szovjetek. Zubricky a 170-en. Egy hiba. Igen, és félelmetes látvány egy ekkora embertől, egy 150 kiló, 155 kilós embertől egy ilyen 170 kilós rontás. Végül is úgy tűnt egy pillanat, hogy nem fér be. Rövid, vagy keskeny, rövid a rúd is, megdobja és nem fér be. Hát igen, neki kéne kinevetni a súlyt, de hát most jelen esetben a súly fricskázta meg a versenyzőt. Egy pillanatra még, mielőtt a török következik, hadd térjek vissza a 110 kg-ra, főleg azoknak a kedves nézőknek, akik látták a délutáni közvetítést, és látták Botev fantasztikus kísérletét, világcsúcs kísérletet tett a 252,5 kg-on. Közel állt, nagyon közel állt hozzá. A verseny után tett nyilatkozata szerint úgy érezte, hogy ez a súly valóban nem okozhatott volna neki gondot, de mivel az elejkónál egy rugalmasabb súlyt használnak itt a budapesti VB-n, az USSR-ét, annak a finom rezgése, amihez nem volt hozzászokva, és ez okozta, hogy kontrát fogott, amint azt a közvetítésben is elmondtuk, és ez akadályozta meg végül is a világcsúcsot, pedig hát
Így is mindenki nagyon elégedett ezzel a budapesti VB-vel, de ha még azt is bejegyezhettük volna. Délután arról is szó volt, hogy általában az edzők úgy kalkulálnak, hogyha a háromból két fogás bejön, akkor az már jó. Úgyhogy ennek alapján gondolod, hogy elégedettek a törökök? A két fogás megvolt. Az arcán nem úgy tükröződött, de hát végül is az igazság tényleg, hogy két fogásra. Van ez a biztonsági fogás az első, és utána meg megy egy olyan súlyra, amit meg szeretne csinálni. Na most, hát végül is a harmadik fogásra is mindig szükség van. Itt kiugrott a súly alól szinte. Ismétlésben egyértelműen lehetett látni. Akoyevet 1987-ben ismerhettük meg közelebbről, a Reimsi Európa bajnokságon harmadik helyezett volt az összetettben, természetesen nem az ólomsúlyjal között, hanem a nehéz súlyban, a 110 kg-ban. Aztán tökéletesen eltűnt, most Alekszejev 3 év múltán húzta elő, és nem ő az egyetlen a szovjet csapatban, akit így nagyon hosszú pihentetés után vettek elő és hoztak el ide a budapesti VB-re. Feltételezem azzal az indítékkal, hogy még a gyanú sem merüljön föl a tekintetben, hogy nem egy megpihent szervezetű versenyzőt léptetnek fel. 177 és fél rossz volt Akoyevnek. Igen, ez egy teljesen, erre mondják az, hogy mikor kijön a súly, lejön a súlyra, hogy elkapkodta, tehát elkapkodta a súly, megdobta, és azon kívül a rögzítéssel nem foglalkozott, és le is jött újra, visszajött előre. Bement egy pillanatra a helyére, és lejött vissza. Természetesen minden idők legjobbjának ki mást is tartana Akoyev, mint Alekszejevet. Hát érthető, hiszen ő tette be a csapatba. Most meg a másik irányban hullik le a súly. Klasszikus hiba szokott lenni, hogyha elől leesik egy súly, után rögtön a javításra hátul, de mondjuk vannak kivételek. Biztos azt a taktika utasítást kapta Alekszejevtől, hogy rövid tett be a helyére. Most annyira betette, hogy egy picivel több, túlméretezte és lecsorgott hátul. Egyébként az édesapja is súlyemelő Akoyevnek, ő vezette be a súlyemelő sportba a fiát. Következik Leonid Taranenko, 185 az első fogása, és ugyan ez egyáltalán nem volt jellemző az elmúlt években, itt most a budapesti VB-n mégiscsak így alakul a helyzet, Vlad és Botev után ő is az első fogásával már világbajnok lehet. Igen, sajnos nem alakultak ki 110 kilóban, és ólomsúlyban sem. Nem alakultak ki a párok, akik egymást tolják, tépik, szaggatják. Itt is Taranenko egyedül maradt. Ezért valószínűleg a kezdő fogása is 180, nagyon, nagyon alacsony. De hát ő világbajnok akar lenni, nem. A gyakorlat jó. Budlik. 190 kg-ot kérek a súlytól. Ez a 185-es fogás, ez teljesen egy beiratkozó, vagy nem is tudom, ebben nem lehetett lenni. Én bemelegítő helyiségbe elvégezett utolsó gyakorlatnak. Épp azt mondom, még biztonsági fogásnak se lehetne nevezni afféle. Itt folytatta kint a bemelegítést Taranenko, akivel te még valamikor együtt versenyeztél, együtt húztátok az igát, sőt, hát 80-ban Moszkvában Taranenko is olimpiai bajnok volt. Ismered közelebbről? Igen. Valóban ő is Moszkvában. Tehát együtt nyertünk olimpiai bajnokságot, persze különböző súlycsoportban. Jó ismerjük egymást, bankettokon találkoztunk, néha egyet kocintottunk, ennyi. Szóval... Milyen ember, milyen? Nagyon kemény srác. Ahogy, hogy mondjam, tehát ahogy emel, mint ember, legalább ugyanolyan ember. Ez nagyon kemény. Annak idején még a 110 kg-ban, tehát a nehéz súlyban lett olimpiai bajnok Leonid Taranenko, aki 34 esztendős volt a nyáron. Nagyon hosszú pályafutás áll már mögötte, hiszen
1972-ben kezdett el a súlyemeléssel foglalkozni 16 évesen, és azóta már 18 évet húzott le ebben a sportágban. Most már világbajnokként jöhet ki, de nagyon-nagyon régen volt ő világbajnok. 1980-ban az olimpián. Az a verseny akkor világbajnokságnak is számított. 195-öt teljesített Taranenko. Aztán Moszkva után nagyon nehéz évek következtek, rengeteg betegséggel, rengeteg kórházban eltöltött hónappal, néha még a veséje miatt a halál szélére is került. 5 évig nem volt visszatérés, aztán 1985-ben jött vissza, és azóta viszont gyakorlatilag az elmúlt év kivételével minden évben szerepelt, vagy egy EB-n, vagy egy VB-n. De nyerni nem tudott. Itt most 10 év múltával lett újra világbajnok. Világbajnokságon nem tudott nyerni, úgy értem, hiszen 88-ban Cardiffban megnyerte az EB-t. Méghozzá úgy lett Európa bajnok, és ez is hozzátartozik az ő portréjához, és nagyon érdekes, hogy mind a két fogásnemben második volt, és végül az összetettben az első helyre kerülhetett. Pedig emlékszem, Cardiffba is milyen fáradtan érkezett. Közvetlenül a verseny előtt érkezett meg a csarnokba Moszkvából. Szóval pontosan ezért mondtam, hogy Taranenko mennyire kemény, hogy hát el lehet képzelni, hogy egy, csak amióta én közvetlésben 10 év távlatából, 10 év távlatából rengeteg sérül, eltűnik, újra előjön, megint megsérül. Szóval egy fantasztikus keménysát. Megérdemli, hogy megnyerje a bajnokságot. Most a harmadik fogásától visszalépett. Úgy látszik, az elejét még a lökésre tartalékolja. A versenyeket... Ez a jókora vastömeg várja most a szakításban harmadik helyen végzett török Arslan Erdincset, 207,5 kg. Heverot némán, méltóság teljesen a lába előtt várja a kihívást. Ami még feltűnik, hogy nagyon szélesen fog, szinte majdnem azt mondanám szakító fogás szélességben. Bár a vállai sem keskenyek, de azért ez túlzásnak tűnt furcsa. De végül is így is megcsinálta, így is szabályos, úgyhogy nem hiszem, hogy probléma. Igen, három fehér lámpát kapott. Ezzel e pillanatban vezeti is a verseny. 375 kg az összeredménye a török versenyzőnek. És látszik, hogy amióta Naim Szulejmanoglu, hogy így mondjam, betette a lábát a török súlyemelésbe, azóta komoly változások vannak. Gondoljunk csak Hafiz Szulejmanoglura, gondoljunk Batmazra, vagy itt most éppen Erdincsre. Szóval komoly fejlődés indult el, és ennek igazából a nemzetközi súlyemelő élet veszi majd hasznát. A német Frank Siepelt következik most, 207,5 kg-mal. És úgy néz ki, hogy beindultak a fiúk, miután a rontott gyakorlatok, tehát sok jó gyakorlat van lökésben. Szakításban sajnos ez nem mondható el, miután egy kb. 50-50%-os arány, tehát 50%-os javítás sok vannak, tehát és úgy néz ki, lökésben talán jobban bemelegednek egy kicsit. Mi már nagyon sokszor emlegettünk, az a bizonyos kontra, itt kifejtett hatását felvette, nem volt olyan túl nehéz felvétel, és teljesen belőlökte kontrába, úgyhogy nem tudok mit kezdeni vele végig. Ismét is nagyon jól lehet látni, ezért jó, hogy a képet újra ismétlik, mert ott lassítva lehet látni. Itt jön az a probléma, amiről beszéltem. Így rossz ütemben indítja meg a versenyző a kilökést. Ez a harmadik lökés gyakorlata a svéd versenyzőnek. Felkészül Frank Szépen, Németország.
A szakítás ezüstérmese következik most, Artur Akoyev. 175 szakított, mint látták a kép jobb alsó sarkában, és 2-10 kér első lökésére. Valószínűleg a lökésben és az összetétben a második helyjel próbálkozik. Hát ahogy említetted, a Taranenko segítsége, de hát az azt hiszem, hogy ez csak idézőjelben mondható. Most két mondatot hadd mondjak a dobogóról. Ez egy olyan megoldás, a régeknél volt ilyen gumibetét, ahol elindult a súly, illetve váratlan visszaesett, hogy csillapítsa a mozgást. Most ez a megoldás, nincs gumi, de ez sokkal jobbnak találom. Az utolsó versenyig vártam vele, hogy egyáltalán hogy bírja a terhelést. De úgy néz ki, hogy nagyon jó, viszont ez azért jó, azért előnyös, mert ha eltáncol a súlyjal a versenyző, akkor nem akad bele a lába, tehát ilyen elakadási veszély nincs. Zubricky, 26 esztendős, nős, van egy fia, Péter, és ő is nagyon régóta van már bent a sportágban. Junior világbajnok is volt a felnőttek között, eddig még soha nem tudott érmet szerezni. Számára itt most ez egy komoly lehetőség, ha a törökkel föl tudná venni a versenyt. Valószínű, hogy érzi ezt a lehetőséget, mert keményen oda tettem magát, szóval ez egy jó dinamikus gyakorlat volt, amiben valószínűleg nem az utolsó jó gyakorlata. És hát e pillanatban egyforma a két versenyző teljesítménye, 375 kg, csupán a testsúly különbség szól a török mellett, az viszont máskor dekákba szokott ez jelentkezni, itt most kilóban, 35 kg-mal könnyebb a török. Artur Akoyev, Szovjetunió. Itt látják Arslan Erdincset. Itt most azért kialakul egy igazi párviadal, amit annyira hiányolt a korábbiakban Bacakó Péter az ólomsúlyú mezőnyben, hiszen a bronzéremért nagyon komolyan küldik egyre magasabb és magasabb súlyra egymást a török és a cseh és szlovák. 375-tel állnak e pillanatban mind a ketten, és most 212 félnél állapodtak meg, ennél magasabbra a török már nem ment. Ezzel is lesz baja. Lehet, hogy bejön a taktika, hiszen ez a 380, már a Zubricky féle taktika, ez a 380, amennyiben megcsinálta volna Erdincs, az annyira jó eredmény lett volna, hogy még Akoyevvel is azonos. De hát ő eldöntötte, hogy rossz, és ez utolsó lökés gyakorlata volt. Így marad a 375, és izgulhat, hogy mit tud majd Zubricky. Január 2-án lesz 25 esztendős Akoyev, a vladikavkázi versenyző. Az idei szovjet bajnokságon csak harmadik volt. Itt most 2-15-re megy második lökésével. Держи! Alexeyev háttérből beszólt, hogy gyerünk mély hangon, és megcsinálta. Arra 215 kg-os súlyon. A 215-tel most már 385 az összeredménye. Következik Jiri Zubricky. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért figyelem nagyon, de Péter, gondolom mondhatom, hogy te is, azért figyeljük nagyon a szovjetnek az eredményét, hogy mire lesz itt képes, hiszen még az is elképzelhető, hogyha Sanyi Andor
aki ha 110 kg-ban indult volna, és nem a 100-ban, ahogy tegnap tette, érmes lehetett volna, még az is lehet, hogy itt, ebben a társaságban is érmet szerezhetett volna, ugyanazzal a tegnapi teljesítményével, a 3.92,5-lel. Igen, másik az, hogy tovább nem fogjuk figyelni, mert már az utolsó súlycsoport esetleg Andor beleszólhatott volna. Figyelést befejezzük. Zubricky 215-ön. És megcsinálom. Hát Zubricky is befutott. Budapest neki is egy aranyos városa lesz. Aranyos abból a szempontból, hogy eljött a pillanat, amikor életében először a felnőtt mezőnyben érmes, dobogós. Hogy milyen, arról még nem nyilatkozhatunk, hiszen addig még mindenki be nem iratkozott, addig könnyelműség bármit kijelenteni, már pedig Leonid Taranenkót a szakítás óta még nem láttuk. Hát kérem szépen, jelenthetem, hogy ezt a láthatatlan versenyt megnyerte volna Szanyi Andor, mert az utolsó lökés gyakorlatára 220-at kér Artur Akoyev, ami azt jelenti, hogy a teljesíti is, az 390. Pontosan annyi, mint amennyivel a délutáni versenyben a 110 kg-osok között, tehát a nehézsúlyban honfitársa Mukhamedyárjov ezüstérmes lett. Egy szó, mint száz. Mind a két felső súlycsoportban érmet nyerhetett volna Szanyi Andor, ha nem a saját kategóriájában indul. Na, ennyit erről, azzal együtt, hogy Szanyi fantasztikusan jól versenyzett, soha el nem felejthető volt az, amit produkált a budapesti világbajnokságon 2 év kihagyás után. Így viszont az ólomsúlyúak között, amennyiben Taranenkónak csak egy jó fogása is van, az ezüstérmet nagy valószínűséggel Artur Akoyev szerzi majd meg, de hát még Zubrickinek lesz egy szava ehhez. 225 kg várja Leonid Taranenkót. 195-öt szakított, a harmadikat kihagyta, spórol az erejével. Hát hiába öreg motoros már, tudja ő, hogy miről van szó. Nem bíz semmit a véletlenre. Meg akarja nyerni a világbajnokság összetettbe is, lökésbe tudja, hogy Zubrickinek ez igazán nagy ugrás lenne, problémás. Bebiztosítja az első helyét, aztán majd ugrik megint. Hát e pillanatban 30 kiló az előnye Akoyevvel és 40 Zubrickyvel szemben. Ez egy fényévnyi távolság. Úgyhogy most már a világbajnokságnak az érem táblázata is kialakult, ami az összetett versenyt illeti. A Szovjetunió 4 első helyet szerzett, Bulgária 3-at, és a további 1-1 aranyérmen Kína, Korea, a népi Korea, tehát a KNDK és Románia versenytői osztoztak. Hát menet közben jön meg az étvágy, hiszen Zubricky, aki élete első érmét nyeri itt Budapesten, nem elégszik meg a harmadik hellyel. Egyébként hát nagyon jól teszi, hiszen az már biztosított. Fölmegy még Akoyevre, Akoyevet is támadja 227,5-lel. Amennyiben ezt teljesítené, 392,5 az összeredménye. Igen, és lökésbe is átvenni Taranenkótól a vezetést, bár ez csak egy pillanatig gondolom, de azért talán... És nem! Én megmondom, össze azt hittem, hogy csak az étvágya van meg, de komolyan gondolta. Komolyan gondolta, be is dobta a súlyt, ő nagyon magára húzta és leült. Nagyon kicsi múlott, hogy nem tudta stabilizálni, és aztán onnan már bármi lehetett volna, és hogy mennyire érdekes a súlyemelés.
ha megcsinálja itt ezt a 392 és felett, azzal ezüstérmes lehetett volna a világbajnokságon. És ugyanennyit teljesített májusban az Európa-bajnokságon, amivel csak ötödik lett. Itt most tehát 380-nal fejezte be, és harmadik. A lökés világcsúcs tartója következik most, 245 kg. És most már nem csak a szakítás, hanem Zubricky rossz fogása után a lökés világbajnoka is, és hát természetesen az összetetté is, úgyhogy most már csak a kilók ellen megy. Igen, ez várható volt, ez a nagy ugrás, bebiztosította esélyét kezdő fogással, és most meg szeretnék, gondolom, mutatni azt, hogy nem csak annyi van benne. Könnyedén lőtte ki. Könnyű felvétel után azt hiszem ez a stúdió specialitása a lágysága. Egy-picit megzavarta őt is, de sokkal erősebb annál, hogy ez végül is ne sikerült volna. Tehát könnyedén kilőtte. A felvétel, vagy ismétlésben itt a felvétel után lehet látni, hogy picit beremeg, de sokkal erősebb mondom, hogy ez problémát okozhatott volna. Taranenko egyébként nem csak hogy rutinos, de nagyon szellemes is, mert amikor arról érdeklődtünk nála, hogy eddigi legnagyobb ellenfele, hiszen nagyon hosszú a pályafutása, vajon ki is volt, egész egyszerűen csak annyit válaszolt rá, a gravitáció. A tervei között pedig hát az szerepel, hogy hosszú életű szeretne lenni a sportban, az életben egyaránt. És hát eddig ennek a tervének tökéletesen meg is felel, hiszen 34 éves múlt már Taranenko, és most lett világbajnok. Hát nem tudom, a kedves közönség látja, de itt négy ember szorgalmasan dolgozik, rakja folyamatosan lapokat. Ez is egy komoly megterhelés, nem hogy még egy embernek ezt megcsinálni. Egész pontosan 11 kg-mal kevesebb ez a súly, mint pontosan két évvel ezelőtt, amit kilökött Taranenko a 266-ot, és ezzel tartja ma a világcsúcsot. Itt most tehát 255-tel szeretné befejezni a szereplését a budapesti VB-n, az utolsó gyakorlata a világbajnokságnak. 5 kg-mal több, mint 2,5 másra. Érszózatos erre van. És nagyon köszönjük, tavaris Taranenko, nagyon köszönjük. Egyre a lökésen érdemes volt megvárni az ólomsúly végét feltétlen mindenkinek, mert itt lehetett látni, hogy akkor húzza el a súlyt, löki ki, hogy mennyire lágy, mozog össze-vissza. Ez fantasztikus nehéz az a súly, és mégis megcsinálja. Itt az ismétlésnél főleg lehet látni, hogy bedobja, mennyire hajlik a rúd, és a kilökésnél, tehát amikor megindítja a kilökést, akkor kell figyelni. Mennyire lágy, és nagyon nehéz tartani. Nem csak a súlynak a tömege, hanem ezt a lágyságot is ellensúlyozni. És hogyha 6 gyakorlatot nem is csinált, mert csak 5-ször jött ki, de az az 5 jó volt, és amikor azt hittem, hogy ennél nagyobb csoda nincs, hogy Botev 50 kiló előnnyel nyerte a 110 kg-ot, hát kérem szépen, Leonid Taranenko 60 kg-os előnnyel nyerte az ólomsúlyok versenyét. Kedves nézők, a csapatversenyt a szovjetek nyerték Bulgária és a KNDK előtt, és most egy külön díj átadására kerül sor. Ezt a csodálatos vázát, melyet Hódmezővásárhelyről szállítottak ide Budapestre, most dr. Müller Jenő, a szervezőbizottság elnöke átnyújtja Kurt Wegmannnak, a német szövetség elnökének, hiszen a jövő évi világbajnokságot Donau-Eschingenben rendezik majd. Az ünnepélyes aktus alatt még néhány számadat. 9 ország szerzett érmet, 182 versenyző indult, közülük 17 esett ki, sajnos 2 magyar is. Volt viszont
három súlyemelő, a japán Muraki, a ciprusú Konstantinu és az amerikai Schulz, akinek hat jó fogása volt. Összesen a 10 nap alatt, a 10 versenysúlyban 1069 gyakorlatot láttunk, ebből 607 volt jó és 462 rossz. A versenyzők, ez a 182 Dalia, mai Herkules, nem emelte fel összesen a 100 ezer kilót, viszont itt kollégáim kiszámolták, hogy 94.958 kilót emeltek föl sikeresen eredménnyel. Mi pedig 500 percen át adtunk közvetítést a világbajnokságról, és remélem, hogy a gyakorlat jó volt, sikerült önöket szórakoztatnunk. Köszönöm a figyelmüket, ezzel a budapesti súlyemelő világbajnokság véget ért. Thank you.